Hamarosan újabb partnerekkel bővül a Dunaújvárosi Főiskola és a MÁV csoport eddig is kiváló együttműködése. A nyáron a MÁV-val már megkötött együttműködési megállapodást helyezi új alapokra, azaz új kibővített partneri szerződés, amelyet a főiskola a Győr-Sopron Ebenfurt Vasút ZRT-vel készül aláírni. Ennek a kooperációnak a részletéről tárgyalt kedden a főiskola vezetése, dr. András István rektor és dr. Rajcsány Molnár Mónika rektorhelyettes Bors Hubával, a GYESEF humánforrás vezetőjével. Mint azt András István elmondta, a főiskola képes arra, hogy az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató a MÁV teljes képzési hátterét megteremtse a duális képzésben. Az a célunk, hogy Magyarországon a vasútnak a vasút üzemeltetéssel kapcsolatos, főként műszaki, informatikai képzéseket, duális képzéseket, ezeket megteremtsük, és ebben mindenféleképpen elengedhetetlen az, hogy közös munkával építsük fel ezeket a képzéseket, közös munkával alakítsuk ki a duális képzések szervezeti megoldásait, időtávját, gyakorlatjegyeket is még sorolhatnám. Nem egy egyszerű együttműködés ez, de én azt gondolom, hogy a kellő jártasság után nagyon jól működő duális képzésekre fog majd sor kerülni. Ezeknek a képzéseknek a részleteit dolgozzák most is ki, és kerül sor a stratégiai megállapodások megkötésére is, hogy a Dunaújvárosi Főiskola gépészmérnök, anyagmérnök és műszaki menedzser szakán akár tiszta duális képzések is elindulhassanak.